Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek igéjét olvasom, testvéreim, Nehémiás könyvéből, az első fejezetből. Nehémiás könyve első fejezetében az igét a gyülekezet helyét elfoglalva, és figyelemmel olvassa meg. Így szól Istennek igéje. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havával történt, amikor Susan várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Judából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült judaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapuik tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, magokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőjtöltem és imádkoztam a mennyi Istenem előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, mennyek Istenem, Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgált imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgáltak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgáltak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartják a parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek. Onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó Uram! Legyen figyelmes a füled szolgált imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgálnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárata voltam. Amen. Istenünk, tegye áldottá szívünkben igények meghallását, befogadását, gyertek imádságos szívvel válaszoljunk. Mindenható Úrunk, mennyei édesatyánk, Nehémiással együtt könnyezünk, bőjtölünk, és imádkozunk előtted. Mennyek Istenem, nekünk is Istenünk. Imádkozunk azért, Úrunk, mert valódi tapasztalatunk az, hogy Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. És bizony, amikor a te ügyedet úgy látjuk, hogy emberileg eszed ügy, akkor könnyezünk és sírunk, de annak reménységében, amit megígértél nekünk, hogy boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak. Ezért is jövünk te hozzád imádságban. És könnyedünk, Urunk, azért, hogy a te áldásoddal
szükségünk van arra, hogy te építsd a város falait. Könyörgünk, Urunk, amikor azt látjuk, hogy ebben a világban újra és újra a te néped ellen támadnak, és a te népedet írtják ezen a világon, hiszen ezt is látjuk napjainkban, vagy üldözik, vagy éppen a közöny nyomorítja meg a te népedet boldogabb vidékeken, akkor igenis legyen ott szemünkben a könyv, szívünkben az imádság. Kérünk téged, Urunk, hogy indíts arra az indulatra, amely Nehémiásban volt. De egyszerként munkál bennünk a krisztusi indulatot is. És lássuk már az imádságot és a szemünk könnyeink keresztül a szabadítás örömét és valóságát. Megtartó Istenünk, gondot viseltél népedről ezen a világon, viselj gondot ma is, és kezedbe ajánljuk a holnapunkat is, hiszen ott van igazán, és ott van jó helyek vannak. Hallgass meg könyörgésünket, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készüljük az ige hirdetésére és hallgatására, 152. számú dicséretünknek éneklésével. 152. számú dicséretünket énekeljünk, mely így kezdődik. Szent Isten noha néked, az egek ülőszéke.
legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Kedves testvéreim, Nehémiás olyan szereplője a Szentírásnak, aki nagyon fontos egy korszak eljövetelének az ember. Ezrással együtt egy olyan új korszakot jeleznek ők, mely az újjáépítésnek, az új élet kezdetének, a megerősödésnek, az újjászervezésnek a korszaka. Mégis tőlük időben messze lévő személyiség, akivel talán kevésbé találkozunk Isten tiszteleteinkkel, Biblia óráinkon. Érdemes egy kicsit megismerni, hogy ki is lehet ő. Ráadásul az a név, amit ő visel, többen is viselik a Bibliában, de a mi Biblia fordításaink csak őt, kizárólag a könyv szerzőit, Nehémiás, nevezik Nehémiásnak. Messze idegenbe született, a fogság idején. Olyan valaki ő, aki az elhurcoltak generációja után született, elfeledhetné anyanyelvét, elfeledhetné az ő népét, kultúráját. Új identitást vehetne föl a birodalom fővárosában, Susan várnában, ahol fontos állást tölt be. Előkelő ember ő. És előkelő emberként talán könnyebb hitet, hazát, nemzetet váltani. Megtehetné ő. Veszélyes hivatásban van a király főpohárulaként. Ha csak József történetére gondolunk, aki a börtönben találkozik a fáraó főpohárnokával, ahol még nem dölt el a vizsgálati fogságban, hogy talán felakasztják őt is, mint a sütőmestert, vagy visszahelyezik tisztségébe, ami megtörtént vele. Veszélyes azért is, mert igaz, hogy Nehémiás nincsen börtönben, de ennél sokkal rosszabb sorsa lehet, ha a birodalom első számú vezetőjét, a királyt meg akarják mérgezni. Ő iszik először is a király poharából. Messze van a hazától, messze testvéreitől. Az első hazatérő menetek már elindultak, sőt, haza is érkeztek, sőt, bele is fogtak a kemény munkába. És most itt, messze idegenben, amely számára talán nem is annyira idegen környezet, ő ebben nőtt föl, ebbe szokott bele, rossz hírt kap a soha nem ismert otthonról. Van egy hazája, amelyikben egy percet nem töltött el, de erről a hazáról rossz hírt kap, és ezért megszomorodik. Ebben a szomorkodásban Isten elé áll. Imádsága szenvedélyes és mély hitéről árulkodik. Valamint arról, a hitismeretről, amely sugárzik a szavakon keresztül, és amelyek azt mutatják, hogy pogány környezetben, idegen Istenek területén is tudja, hogy egyetlen Úr az élő Isten, Jahve. A hír, amit kap, tulajdonképpen az rés van a falon Jeruzsálemben. Igény magyarázatát három rövid mondatban foglalhatjuk össze. E három mondat tulajdonképpen így fogalható, röviden össze, rés a falon, ami megmenthet a megtartó szövetség. Az elkeseredés oka, az imádság kiváltója, az a szomorúság, amit a hazavételensége
Jeruzsálem romokban heverése miatt érez. A rendelet ellenére, a kiadott parancs ellenére Jeruzsálem falai nem épülnek. Talán az udvarban élve tudhatott arról, hogy volt egy levélváltás a király, és a Palesztina területén élő ellenséges népek között, amelyik a falak építésének leállítását egy új királyi parancsot eredményezett, azért, mert az idegen népek bevádolták a Jeruzsálemet építő zsidókat, és azt mondták, hogy lázadást készítenek elő, ezért épülnek a falak. Valóban kesergésre és szomorúságra ad okot ez, hogy a kőves kanál kövek kikerültek a kezekből. Mindenki hazatért saját hajlékán, saját jövőjét építeni. Jeruzsálem kőfalát, a jelképes és valóságos kőfala nem építi már senki. Szomorú és könnyeket fakasztó dolog ez. Valóban szomorkodni és tudni kell, ha az Isten ügye emberi tényezőkön megvívul, ha az emberi kezek nem cselekednek, ha a szájak nem szólnak. Boldogok, akik ilyenkor sírni tudnak, mert ők vigasztalást nyernek ebben a sírásban. Nem hitetlenség ez, nem bizalmatlanság ez, ha felismerjük, hogy az ember a szövetségben csak rés a falon. Isten szövetséget köt újra és újra megerősíti, ő megmarad ebben a szövetségben. Az ember pedig kiégett lapó. Kidőlt, kiégett lapó. Nehémiás gyötrődése innen érthető meg, mert nem a depresszió önemésztő szorongása ez, hanem építő szomorúság. Azért boldogok a sírók, mert ők már magukban hordozzák az igazság csorbulása a fölötti sírásuk vigasztalását, az igazság helyreállítását. Kimondhatjuk, hogy igazán akkor kezdenek épülni a kőfalak és a lelki falak, amikor tudunk aktívan szomorkodni, építően könnyezni, sírni. Amikor Nehémiás és a mai Nehémiások szíve megszomorodik, akkor kezdődik el az építés. Mert ha nem tudunk már szomorkodni, ha nem döbbentenek meg a hírek, ha nem érezzük a fájdalmát az eseményeknek, amik történnek, amiket hírül veszünk, akkor elvétettük már a kezdetnél. Gyakran láthatjuk úgy, mintha Isten ügye ezen a világon megbénult helyzetté válna. Szembesül távolul és tehetetlenül a közel-keleti keresztjének kiirtásával és üldözésével már aki maradt belőlük. És mintha védelmükre nem mozdulnának a szívek és a kezek, szembesülünk a keresztény Európa megerőtlenedésével, közönösségével, kiüresedésével, mintha Róma, Wittenberg és Genf kőfala omlana, és dőlnének ki kapuin. Szomorkodnunk kell építő szomorúsággal, hogy ne elfogadjuk a réseket a falon, hanem újra kezdjük az építést. Szomorkodnunk kell akár a király poharába is belekörnyezve, ahogy teszi ez Nehémiás. Szomorkodva akár a király előtt is, hogy végre belekezdjünk az építés munkájába. Újra kezdhessük az újjáépítést.
Második gondolata az igének az, ami megmenthet. Imádkoztam a mennyi Istenem előtt, mondja Nehémiás. Nehéz vallomást kezd. Gyötrődését, bőjtjét, imádságát mondja el. A tevékeny szomorúság csodálatos eszköze, az imádság, az Isten elé vonulás. Nehémiás imádságban tárja oda Isten elé a helyzet okát. De hogyan? Vétkeztünk? Vétkeztem. Mi okozója lehet Nehémiás a babiloni fogság időszakának, ha ő már a fogságban született? Milyen bűnbánatra indulhat Nehémiás azért, amit korábbi generációk így fogalmaztak meg, az apák tettek egres, és a fiak fogalmások bele. Talán mi magunk is azt gondoljuk, hogy fölösleges bűnbánatot tart itt Nehémiás, pedig nem. Nem vonja ki magát a hazától távol sem a felelősségből. Az ő bűne is benne van a nagy közös bűnben. Az én bűnöm, a mi bűnünk az én bűnöm. Összefüggés van e között. Nem lehet azt mondani, hogyha valamelyikünk bűnt követ el, hogy az elemre kiható a másik életére is, és a közösség életére. Egyszerre fogalmazódik meg talán a kollektív és az egyéni bűnbánat, és ez az, amit nem lehet az újjáépítés idején megspórolni. Nem lehet nekiesni a malteros ládának úgy, hogy na, keverjük össze, kenjük össze a köveket, rakjuk egymásra, és majd felépül a fal. A munka imádsággal kezdődik, bűnbán imádsággal. Nem kezdődhet másképp. Nem tehetünk másképp. Megpróbálnánk ezt, ha mindjárt kezünkbe vennénk a szerszámot, akár úgy, mint amit a Szentírás mond Jeruzsálem építéséről, hogy ott volt a fegyver az oldalukon, a kezünkben pedig a szerszám. Nem jutnánk semmire. Nincsen Isten nélkül segítség és hitesség. Megrekednénk az újjáépítésben, ha nem lenne meg a lelki megalapozás, az alázatos odafordulás Istenhez, ha nem lenne meg a bűnbánat. A 127. Zsoltár az első versében az énekes könyvi szöveg szerint Szent Simonnál Albert szavaival így fogalmaz, hogyha ember házat épít Isten segedelme nélkül, ott a munka hiába él. Ha Isten nem őrzi népét, és a várost meg nem óvja, az őrzőknek semmi haszna. Erre a bűnbánatra kell eljutnunk. Ezt a bűnbánatot kell megfogalmaznunk. Így, ilyen csodálatosan, ahogy Nehémiás átlátta, közösen és személyesen is. Miért? Azért, mert így válik számunkra valóságjá, így válik számunkra hasznossá, elfogadhatóvá és ajándékká a megtartott szövetség. Isten ugyanis az ő szövetségében megmaradt. Hogy is köttetik a szövetség az ószövetség napjai? A keleti népek úgy kötöttek szövetséget, hogy áldozati állatot mutattak be. Az áldozati állatot ketté vágták, a két felet egymástól eltávolították. Nem volt ez tiszta, fehér kesztyűs munka. Nem egy tiszta íróasztalnál fehér lapon aláírt szövetség volt, hanem véres szövetség. A két állat felett eltávolították egymástól, és a két szövetséges fél átvonult a két áldozat fél között. És ezzel tulajdonképpen, igen, ez véres valóság, azt fogalmazták meg, hogy így járjon mindaz,
aki megsérti a szövetséget. Isten ezt a szövetséget mindig komolyan vette, megtartotta. A szövetségnek feltételeit betartotta és betartatta a népen. Akkor is, amikor az jó napokat eredményezett, áldásos időket, és akkor is, amikor az büntetés, fogságot, próbatételt, de a próbatétel során a megújulás lehetőségét jelentette. Ha az ember nem tenné is, az Úr épít. Ha az ember odahagyná a szerszámot, imádságot, bűnbánatot, mindent, az Isten akkor is cselekszik. Egyre kimunkáltabbra formálja a szövetséget. Ráadásul mi már tudjuk, hogy ennek a szövetségnek van egy új szövetsége is. Véren szerzett szövetség, a Krisztus vérén szerzett szövetség. Igen, ez a szövetség Krisztus vérén még véresen komolyabbá vált. Ennek a szövetségnek mi is tagjai vagyunk. A megtérés, az áloda fogalmazza meg Nehémiás, az Istennel kötött szövetség újraindítását az emberi oldalról. Megtérés, az áloda az összegyűjtésnek, az újjáépítésnek. Isten emlékezteti erre. Nem azért, mintha az Isten feledékeny lenne, nem azért, mintha átírta volna a szövetség kötés szent szerződését, hanem azért, mert cselekvésre akarja indítani az Istent. Csodálatos ez az indulat, de az Isten akkor is cselekszik, amikor éppen az ember akarja őt cselekvésre vinni. Az Istennek akkor is tettei vannak, amikor az ember azt gondolja, hogy ott fönt, messze aluszik az egekben. Cselekvő Istenünk van. Hol rejtettem, hol láthatóan, de értünk és értünk cselekszik. Értünk és értem, hogy a logikáját az imádságnak tovább folytassuk. Ebben a cselekvő Istenben valami bizodalmunk. Ki cselekszik a mi életünkben, személyes életünkben, és cselekszik a mi gyülekezetünk életében is. Mert megtapasztalhatjuk. Mert biztosak lehetünk benne, mert láthatjuk, de ha nem látnánk is, akkor is így van ez. Cselekvő Isten, ügye láttán, népe látásában, lerúgott kőfalak, elégett és kidőlt kapuzatok láttán is, legyen építő szomorúságunk, hozgó imádságunk, szövetségében. Bizodalmunk, erőnk. Amen. Alázattal vonulunk eléd, Urunk, igen, könnyezve is, fájó szívben is. Igen, látva azt, hogy kő omlott, kő mellé omlott, és azt, hogy kidőltek a kapuk. De látva azt is, hogy te már elhatároztad, és munkálod az újjáépítést, akkor is, amikor még az emberi kezek nem mozognak, az emberi szájak még nem szólnak, mert csodálatos a te szövetséged, amikor a mi szemeink vagyok arra, hogy meglássuk cselekvésedet, szövetségtartásodat, de akkor is hűséges maradsz. Ezt a véren szerzett szövetséget, most a mi szívüttetésed, most jelképesen átmegyünk az áldozati bárány két része között, újra kötött szövetségünket. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy valóban juttass el bennünket
mindhárom nehémiási életeseményre, ítélményre, az építő szomorúságra, a buzgó imádságra, a szövetséges bizalomra. Cselekedj meg, Urunk, hogy ez a három soha ne menjen ki a mi szívünkből és lelkünkből. Add nekünk, Urunk, a te ügyed iránti féltő szomorúságunkat, és cselekedj meg, hogy építő szomorúság legyen ez. És ebből változzék a mi szívünk az imádság szenvedélyességévé és a szövetség vidámságává, de keménységévé is. Könyörjük, Urunk, ezért a gyülekezetért, elég borulunk most, és kérjük téged, hogy te tegyél lelki követ lelki kő mellé, követ kő mellé, és építsd a mi falunkat. Építsd, Urunk, a kapukat. Könyörjük, Urunk, azért, hogy légy ennek a gyülekezetnek minden egyes tagjával, és add, hogy a más fájdalma a mi fájdalmunk is legyen. A betegek, gyászolók könnye a mi könnyünké is legyen. A mi megvigasztaltatásunk a szenvedők vigasztalásává legyen. A felé nyújtott kézbe a mi kezünk kapaszkodjon. Akár viszonyulunk segítségre, akár a másik ember. Könyörjük, Urunk, alkalmainkért, Isten tiszteleteinkért, Biblia óráinkért, keresztelésekért, esküvőkért, temetési vigasztaló Isten tiszteletekért. Otthoni csendben elmondott imádságokért, családi áhítatokért, imádkozunk kicsinyekért, nagyokért, fiatalokért, gyermekekért, középkorúakért és idősekért egyaránt. Elég hozzuk ezt a teremtett világot, ahol annyi üldöztetés szenved a te népet, egyházat. Urunk, nyisd ki a mi szívünket a távol élő keresztények irányába is. Könyörjük, Urunk, a mi nemzetünkért, szétszóraltatásban és szétszakítottságban. Különösen most, amikor emlékezünk egy sok évvel ezelőtti hirtelen felvillanásra, amikor visszatértek testvéreink ehhez az országhoz, aztán nagyon hamar újra leszakítottak rólunk. Könyörjük, Urunk, egyházunkért, add, hogy a földi intézményt minél inkább felülírja a te földi tested valósága. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek végessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük dr. Böde Gizella, 85 éves, és
Csiklán és Simon Mária 86 éves, Bede Irén született Máté Irén 82 éves, Szabó Zoltán 68 éves, Mészáros Sándor 92 éves, és özvegy Megtomics Józsefné Fabinyérma 86 éves testvéreiket. Jövő héten szerdán, szeptember 3-án 1 órakor temetjük Jakab Ernőné, Csőme Zsuzsanna 84 éves testvérünket. Isten vigasztalását kérjük gyászoló szeretteiknek. Az ormánsági hagyományápoló társaság mai napon 3 órakor a gyülekezeti nagyteremben közgyűlést tart. Erre az alkalomra nem csak tagjaikat, hanem minden elszármazottat és érdeklődőt szeretettel várnak. Jövő vasárnap az új kenyérért való hálaadásra a hónap első vasárnapján terítjük meg az úrasztalánt mindkét délelőtti istentiszteleteinken. Ezek az istentiszteletek lesznek itt gyülekezetünkben, Beteldénél Monár Judit lelkésztestvérünknek az utolsó szolgálatait, hiszen az követő héttől már a Budapest Északi Egyházmegyében végzi majd szolgálatait. Az Úr legyen gyülekezetünk üldözője és pásztora. Hirdetem még, hogy szeptembertől újraindul a gyermekisten tiszteletek rendje is az alaksori teremben, kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt. Hozzuk a gyermekeket ezekre az alkalmakra, legyenek itt minél többen, vegyenek részt a gyülekezet közösségében, ha helyileg nem is itt a templomban, de ott lent az alaksori teremben a hitoktatók vezetésével. Igen, arra én bennünket más helyet gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. Legyünk egyek ebben a munkában. Amen. Záró énekként 236. számú dicséretünknek 6. és 7. versét énekeljük. 236. számú dicséretünknek 6. és 7. versét, mint a sebes nyilat az erős kezében.